Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárc Hún, és a mai videóban a gyűjtsük ki, hát elég régóta nem volt, és most már ezután illik majd a Wordless-szel foglalkozni, úgyhogy azt fogom majd izzítani. De előtte még egy utolsó nagyot szeretnék a Panini FIFA 365 2024-ből, hiszen van egy ilyen Collector-tól beszerzett, nem is az enyém a Peti igazából, egy ilyen kemény táblás album. Ebbe is meg szeretném tölteni a Shield matricákat, hiszen már nagyon kevés hiányzik, eszméletlen jól áll. Hát az enyémet azt meg, mivel hogy mostanában a Peti lett a fő album, hiszen mégiscsak kemény táblás, az enyém az katasztrofálisan rosszul áll. Úgyhogy az a lényeg, hogy fejezzük be. Egy teljes displayt szántam erre, így főleg lezárásként, mivel ez tényleg ez a gyűjtsük kinek a FIFA 365 részek az utolsó epizódja. Úgyhogy itt az idő, hogy akkor tényleg nagyot durrancsunk, és most igazából csak ezeket a speciális, ritka Shield matricákat fogjuk beragasztani, úgyhogy azt gyűjtöm külön. Ezáltal ez egy tök jó kis információ, hogy mindegyik csillogós a pakban. 5 matrica egy csomagban, mindez a csillogós. Jó. Azért külön gyűjtöm a csillogósokat, hogy a végén megnézzük, mi fán teremnek. Mert hogy a Panini randomizálógépe az most a haverunk. Oh, ez is milyen matrica, érted? Messi, Mbappé, Emiliano Martinez, Enzo Fernández. Mit szeretnél még? Na, ezt, igen, ilyet szeretnék még. Jó, hát egy darab sima matrica, és 9 darab csillogóssal indítjuk. Nagyon kemény, nagyon kemény. Azt a mindenit. Nagyon jönnek. Az mondjuk komoly sérülés. Az mondjuk elég durván megharapta az egérke. Vagy nem tudom, mik vannak. Ah, hát ez mondjuk szomorú. Sérült matrica, pedig bontatlan a display, ugye láttátok ti is, nem ejtettem le, meg semmi ilyesmi. Szomorkás. Na, most már jönnek a bézlapok, bézmatricák, azok is kellenek ugye a kigyűjtéshez, tehát azért ezek az albumok. A kemény táblás már egész jól áll, de az enyém a puha, az nem annyira. Na, hát ebbe csak béz van, de hát azért a Messi kificcen, úgyhogy ez végül is nem volt annyira rossz pack. Egyértelműen a Shieldre megyünk most rá. Van ilyen kódkártya alkalmazáshoz, meg minden, ha szeretnél, már maticásban is van ilyen, Pedri, de durván jó. És ugye ezeknek a hátulja is teljesen más, hiszen nincsen számozása, meg semmi ilyesmi, hanem a Golden Teamhez kell berakni oda, ahova te szeretnéd, úgy építed össze a csapatodat. Ha csak a csatárokat rakod be egy oldalra, mert nem a felállás szerint, akkor az is működik, ugye? Nincsen megszabva semmi ilyesmi. Szuper. Bontottunk már korábbi videóban olyan csomagot is, amiben 2 darab ilyen Shield matrica volt. Azért az is olyan, hogy emelem kalapom a válogatógép előtt, ami berakott 2 Shieldet. Úgyhogy az is azért eléggé masszív. Liverpool, nagyon jó, ugye Szoboszlai Dominik is benne van matrica formában, úgyhogy ez is nagyon menő. Magyar fiú lehet nyitni. Matricás változatban. Ez is mekkora durva pak. 4 darab csillogós. Nagyon szeressük az ilyet. És ott a KDB. Szuper király. Nagyon jó. Na nézzük. 50 csomag nem kevés, de én félek, hogy még ez mindig nem elég. És a kemény táblásot illene 100%-ra. Ha már szereztünk, Peti vett egy ilyet, akkor mindenféleképpen nekem is célom, hogy 100%-ra kipörgessük az albumot. De bontás már nem várható ebből a csatornán. Eleget bontottunk, szerintem azért volt belőle jó pár videó. Úgyhogy ezzel a display-el koronázom meg itt ezt a kollekciót. És bízok benne, hogy nem nagyon lesz hiányzó. Ami ezeket a My Golden Team-es különleges matricákat illeti. Bár ahhoz még kellene bontani egy jó párat, úgyhogy hajrá! Erőltesse meg magát a doboz. De a ritkaságáról. Egyébként ez kicsit szomorú, hogy a ritkaságáról semmit nem tudni, hogy hány csomagonként lehet bontani. Egyáltalán nincs róla információ, viszont ott jön egy Haaland, talán a legnagyobb név. Az egyik, hanem a legnagyobb név. Ott a következő My Golden Team, láttam a hátuljából. Nagyon jó, Pedri. Az komoly, ott van. Ott van, amit szerettem volna, hogy egy csomagból 2 darab. Ilyet is lehet bontani. A Peklak az működik itt is. És megint Rodrigo. Hihetetlen, hihetetlen. Ez is mutatja azt, hogy azért annyira nem ritka. Tehát nem fogsz érte ilyen 10 000-eket kapni, de sokkal többért tudod eladni így külön, mintha csak sima lenne, ugye sima
matrica. És megint My Golden Team, Kevin De Bruyne, most már az én albumomba is meg lesz, eddig nem lett volna meg. Jaj, várjál, kavarodunk, Harry Kane-ék rossz pakliba mentek. Úgy is van, nézzük a következőt. My Golden Team, gyere rám! Jude Bellingham, nagyon jó. Alakul itt a középpálya. Elég rendesen. Itt pedig alapabb matricák vannak, egy kis Griezmannnal. Egy kis Griezmannnal, nem is emlékszem, hogy ő egyáltalán meg lett volna, úgyhogy önmagában ennek is örülök. Ellison, Golden Team matrica. Na nézzük, azért van még pak, van még itt pak, úgyhogy még egy 5-6-ot minimum, de lehet, hogy többet, akár 10-et is ki lehet még szedni, hiszen Araujo, és szerintem őt kerestem Petinek, ugye nagyon szereti a barszás védelembe. Nem is öreg a srác, van is benne még potenciál. Jól is játszik, ha éppen formában van, úgyhogy mindenféleképpen megy be a kezdő csapatába majd. Úgy, Declan Rice. Nagyon jó. Kik vannak még itt? Megint az argentin csapatos. Ezek az aranymatricák, hogy hármat kell ragasztani, szerintem ez nagyon menő. Iragasztási élményben, hogy ugye nem csak egy plecsnit raksz be, hanem itt is kettőt kell, illetve itt meg már hármat kell ragasztani. Ez mindenféleképpen egy jó megoldás. Így még akár, aki, mit tudom én, vesz 5-6 pakkot, mert annyi fér bele neki pénzbe. Ez megint mekkora peklek. Szóval, aki csak pár pakkot tud venni, az is kap, úgymond, tartós ragasztási élményt, mert oda kell figyelni, többet kell ragasztani, stb. Egy ilyen display doboz beragasztása meg, hogyha mindegyik hiányzik, mert mondjuk most indítottad a gyűjtést, az meg komoly órákat is igénybe vehet, mire tényleg mindent beragasztasz. Megint David Alaba. Nagyon jó. Azt a mindenit ott az Ellison, most már az én albumomba is meg lesz Phil Foden. Csak csillogós volt. Ez volt eddig a legdurvább, hiszen nem elég, hogy csak csillogós volt, még volt benne egy ilyen My Golden Team matrica is. Tavaly mintha ritkább lett volna. Ez már tavaly is volt, ugye? Ez a Shield matricás megoldás. De én úgy emlékszem, hogy tavaly mintha nem adott volna ennyire sokat. Úgyhogy már ritkaságát lefokozták egy picit. Cserébe mindig egy játékos van rajta, nem pedig 2-3. Mint a standard matricákon, ugye? Ha az összeset össze akarod gyűjteni, akkor talán nem is elég egy-két display, meg hát a szerencse is kell hozzá. Na nézzük a következőt, hogyan állunk, mi a helyzet, semmi különös még egyenlőre. Úgy, kódoslap kell a fenének, ez a Liverpool vendégmező, ez nagyon-nagyon tetszik. Ha vennék Liverpool mezt, akkor biztos, hogy nem is a harmadik számunk, meg a többi fajtát, kapusmez, meg ilyen retromez, hanem biztos, hogy ezt a Minecraft style-t venném, ha már a hazai ügye megvan, akkor most már jöhetne az is. Na, beindulunk, gyerekek! Bellingham, illetve Vini Zsuni, tehát nem elég, hogy kettő darab ilyen shield alakú matrica, hanem még Real Madridos is mind a kettő. Gyönyörű. Ezek pedig egy alapabb csomag. Az mennyire fájó, hogy egymás mellett van, érted, az alap, amiben nulla csillogós van, és mellette pedig, amiben két shield. Hogy mennyire számít a peklák, amikor a boltba ezeket ugye kiválasztod, vagy az újságos kiveszi neked, vagy éppen megrendeled, és hogy mit raknak a rendelésedbe, azért ezek döntőek. Ilyenkor jó, egy display ugye drága, de ott meg a gyártó belerakja, amit bele kell rakni, és nem egy másik emberen múlik, hogy éppenséggel mi jön ki. Nagyon jó, egy Lautaro Martínez is kijött éppenséggel, és megint jön a következő, De Bruyne, hát abból már egész kollekciónk van, a De Bruyne matricákból. Most már egészen kevés van, itt már mindennek örülni kell. Ó, ebből milyen keveset nyitottunk, ezekből a speciális nagy csillogós matricákból. Azok tűnnek a legritkábbaknak, ezek szerint. Még annak is egy külön oldalt szentelt. A Panini csak csillogós? Persze. A csak csillogós peklák megint ott van. My Golden Team Lewandowski, ugye a Levből lehet látni. A hátulján Szoboszlait se nyitunk. Ajajaj.
Aha, hát itt kell lenni fog még mindenféleképpen. Valamit vásárolgatni. Ez mennyire rossz. Ez mennyire rossz. Ugyanaz a matrica egy csomagon belül. Au, au. Ez azért fájó. Ez azért fájó. Na jó, oké, hát üres. Úgyhogy nézzük meg, nagyon sokat kinyitottunk ezekből a szépséges My Golden Team-ekből, úgyhogy lapozzunk is akkor ide. És akkor nézzük meg itt az Araújó, azt szerintem az sehol nincs, így van. Tehát azt biztos kikereshetjük és beragaszthatjuk, hiszen az egyáltalán nincsen meg. Utána átnézzük sorba, hogy meglegyen a 100%, hogy jól csináljam. Oké, kész a kezdőcsapat. Tehát nézzük akkor át, hogy néz ki a kezdőcsapat. Courtois, Araújó, Van Dijk, illetve Hakimi, De Bruyne, Foden, át Fodent a szélére kellett, ezt meg kellett volna cserélni. Na mindegy, Pedri, Rice, Lewandowski, Haaland, Harry Kane. Szerintem ez nagyon durván ütős csapat. Tehát ez, úristen, valóságban egy ilyen csapat? Na mindegy, mindent megnyerne. Jó, nézzük át a kapusokat először. Ugye Courtois ott volt, az rendben van. Ellison az, akit én sehol nem láttam, mert hogy ott a Szesnyi, ugye, és a kezdőcsapatban Kurta, úgyhogy egy Ellisont kell keresnünk, ezek közül meg is van, úgyhogy valahova bedobjuk. Itt már nincs felállás, ez már így annyira nem egy olyan oldal, ahol erre is kell figyelni. Szépen behaintottuk, nagyon jó. Na és akkor a Van Dijk megvan, a Ruben Dias. Az megvan, ott van, nagyon jó. David Alaba, na az nincs, úgyhogy azonnal keresem is ki, hiszen nyitottunk. A display azért az display, az hozza, amit kötelező hozni, akár a védelmi rész, ha már próbáltam valami tendenciát itt lekövetni. Szépen beragasztjuk, szuper. Hogyan megyünk tovább? Hakimi ugye bent van a kezdőcsapatba. De Ligt, De Ligtünk itt van alul. Majd utána Araújó, ugye őrá vártunk a kezdőcsapatba, szuper, mehetünk tovább a középpályára. Declan Rice megvan, Rodri, az pedig ott van a Rodri, nem került be a kezdőcsapatba. Majd utána Kevin De Bruyne, az ott van, igen, Casemiro ott van, pedig nem nyitottunk belőle, úgyhogy ez mázlis rész. Pedri megvan, és a Bellingham, az pedig nincs sehol, ami az albumot illeti, úgyhogy innen kell kiszednünk. Rotu 100% nagyon jól működik egyenlőre. Szuper. Hogyan állunk? Azt mondja, hogy a középpályás rész 100%. Rodrigo a következő fickó, aki megvan, majd utána a Haaland megvan, a Foden, én hát középpályán soroltam benne, mindegy, ezt elcsesztem egy picit, de az a lényeg, hogy ott van. Robert Lewandowski ugye a csapatban, Vinicius Junior, keressük is ki, mert egyáltalán nincsen sehol, de a pakliban megtalálható ez is. Úgyhogy nagyon élesedik a 100%, ezt csak úgy poénból ide rakjuk. Oké, Robert Lewandowski, igen, Vini Zsuni, megvan, Griezmann, azt éreztem, azt tudtam egyszerűen, hogy nem lesz meg sehol se, úgyhogy a Griezmannnak már akkor örültem, amikor kibontottam, hogy az bizony kerülhet a csapatba. Jó, Griezmann utána Harry Kane itt van, a Musiala is a csatárokhoz van besorolva, és ő egyáltalán nincs az albumban, de most már ott lesz. Nagyon szép, nagyon jó. És már csak elvileg egy hiányzónk van. Kíváncsi vagyok, ki lesz az. Azt mondja, hogy Lautaro Martínez, hiszen Rafael Leão az ott van, és így 100%. Ez volt az óriási cél a videóba, úgyhogy konkrétan kész vagyunk. A 100%-os My Golden Team 2024 itt füstöl az albumba. Ezáltal megtudtuk a checklist alapján, hogy minden matricának van helye. Tehát nem kell ide rakni, meg nem kell logót leragasztanod, meg a zsebedbe gyűjteni, mindegyiket szépen be lehet tenni az albumba. Az album az áll, ahogy áll, tehát azért vannak döbbenetes nagy ürességek, ahhoz képest, hogy mennyit bontottam, meg ti is küldtetek. Ez tényleg egy megdöbbentő, hogy ennyi üres rész is itt alul, ez a Real Madrid, ez sehogy nem néz ki. De vannak olyan csapatok, ahol azért viszonylag sokat sikerült rakni, hát a PSG-hez egyáltalán nem, a Bayern München nem áll rosszul egyébként, aztán utána a görög csapatokból is van itt jó pár, illetve az Inter is korrektül áll, Juventusra se lehet, akkora panasz, Lációra se,
Milán is szép, majd utána Pachuca, mexikói csapat is van benne, FC Porto, Benfica, és a végén itt jönnek érdekesebb matricák. Itt én nem láttam, hogy itt bármit is bontottunk volna ezek közül, úgyhogy biztos, hogy itt nagyon sok fog szerintem hiányozni. Itt talán meg lesz, bár ez a matrica az a nagyon menő, már be van ragasztva. Itt szerintem eszméletlen sok fog hiányozni, hiszen nyitottunk egyet, de az a Robben, aki már megvolt az ikonok közül, tehát másikon nem nyitottunk. Úgyhogy így nézünk ki. Engem egy dolog érdekelt ebbe az albumba, a My Golden Team a legértékesebb része a kollekciónak, az 100% ez volt a legfontosabb számomra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk a következő videóban. Addig is jó gyűjtés, ragaszgatás nektek. Szerintem a kártyák mellett ezek is nagyon menő termékek. Sziasztok!